Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Visszatértem idehez a régi kápolnához. Ahogy látjátok, elkezdték renoválni. Mindig nagy nyugalom fog el, amikor láthatom az utcélén is a kereszteket. És amíg így az emberek megőrzik ezeket a régi falakat, fölújítják, addig még van remény. Pont ebben a pillanatban, hát ilyen szél fújni, amikor eljöttem otthonról körülbelül fél órája, vagy már több, csak lengedezett a szellő. Azt mondták, hogy körülbelül 10-12 kilométeres szél erősség várható, hát most már most több. Na, és itt vagyok, Kőszeg és Horváth Zsidány között a kört és bejáró nevezető út szélén, ami itt az eltő sarkáig így nem aszfaltozva, hanem betonozva van, és onnantól idáig bejöttem, és most szeretném nektek mutatni, hogy azért még nincs veszve minden, még az emberek őrzik a hagyományt. Meg lehet látni ezeket, hogy gyakorlatilag ezt régen sárvolt a malter. De már kívül valami habarcs volt, az már rendes malter, de már volt látni, hogy mész, gondolom egy kicsike cement is. Ugye most már ezt itt leverték, ezt a vakolatot körbe, meg mindenhol. Ahogy verték, leomlott is ki. Hát ilyen, hogy körbe járjuk. Aztán mondom, hogy igazából mit is szeretnék nektek mondani. Nézzünk be. Ha megnézitek 2019-es videómat, azt hiszem, abban van. Akkor így láthattátok, hogy milyen belülről, ugye azóta ezt leverték. Régi képek a földön. Még teljes ablak is hiányzik onnan. A tab még benn van. Hát nem tudok bemenni, mert van ott egy lakat. Ott. De körbe járhatjuk, hogy végül is szemben nappal nem a legjobb a felvétel. Ugyan verték le a vakolatot is. Kijött egy tégla a földön. És látni, hogy sárból tapasztották össze. És érdekes, ugyanilyen színű ez a föld is. Kavicsos, sáros, olyan, mint ez. Ilyen vasalattal volt összehúzva, hogy szét ne dőljön, lehet látni. Hát jövőre, amit fél ország szeretne, fél ország meg nem szeretne, ha azt áttolják, akkor meg fog változni az életünk. Hát előre nem tudom megmondani, milyen irányba, de én félek tőle. Ugye volt régen a jakobinus diktatúra, majd a bolsevik diktatúra, ezt már tudjuk, megéreztük saját bőrünkön. De most készül ez a neomarxista, anarchista, haladó, progresszív diktatúra. Ugye láthatjuk Németországba is,
állítják sorra Marx szobrokat, Lenin szobrokat, még a Ruhr vidéken is. Ezek a Junkerszék, ezek a globalisták föltámasztják ezeket a tanokat. Ezek a tanok, mi jelenleg ebben a országunkra érvényes, az Isten, a haza és a család lerombolására törekednek. Miért mondom ezt? Ugye ez a három alappillér határozta meg az 1000 éves Magyarországot. Összetartotta az Isten, haza, család. És most, jövőre, hát tavasszal, hát hogy is akarják lebontani? Ugye, mi ez a marxista nézetek? Mi ez a haladó progresszív? Mi ez a nagyon liberális? Ez a neo-anarchista, neo-marxista dolgok. Ugye láthatjuk Budapesten, ott a legerősebbek, minél nagyobb a város. Például láthatjuk Horvátországban is ugyanez a tendencia. Minél nagyobb a város, annál több a haladó progresszív. Na, most már nem lehet azt mondani, hogy ők a balosok, ránk nem lehet mondani azt, hogy mi vagyunk a jobbosok, hanem azt lehet mondani, hogy vannak a globalisták, és vannak a patrióták. Most ez a legjellemzőbb szó az hazánk köztetételére is. Ugye a globalisták akarják most a mostani hazát megmásítani. Itt most nem Orbánról szól, meg Gyurcsányról, itt sokkal nagyobb dolgokról. Mindenki azt mondja, Orbán lop, meg lop. Gyerekek, Gyurcsány is lopott, meg lopott, meg sokkal többet lopott, meg az egész országot tönkretette. Most megint a 2010-es esztendőkig vissza akarjuk vetni az országunkat jövőre, mert az lesz. Most szépen fejlődik az ország, mindenhol újul meg minden. Mindenféle vár, mindenféle történelmi emlékhely, mindenféle fürdőház, ha még ne, azt mondjátok, hogy nem pedig ez igaz, csak el kell olvasni. Mennyi minden újul. Mennyi milliárd forint. És ezt szétverni badarság lenne. Na most miért is mondom ezt? Még egyszer mondom, Isten, haza, család. Tehát először is mire fognak törekedni, ha megválasztjátok a globalistákat? Röviden mondom, a vallás felszámolása, ugye az az Isten, a vallás teljes felszámolása, a vallás nem támogatása. Az a vallással kapcsolatos, az egyházakkal kapcsolatos segélyszolgálatok, szeretetszolgálatok, mindent elvétele. Egyházakat nem támogatják, azokat se támogatják. Na most, haza. A nemzeti identitás felszámolása. Ma már az is baj, például a mai hírekben is olvastam, ha valaki a nemzeti tikolót isteníti, a nemzeti címerünket, büszke, aki a nemzeti címerékre, az a haladó és progresszívok szerint az ellenségeskedés, az hungaristaság. Nem, mi büszke... Hát megszakadt közben a videó, már hozzáértem, hogy de valahova azt megszakadt, de lényeg az, hogy hol is folytattam. Az, hogy mi büszkék vagyunk a címerünkre. Mi, patrióták, büszkék vagyunk a hazánkra. Büszkék vagyunk a mindenre, ami mindenkit körülvesz. Ezt a gyönyörű hazát. Szeretjük az elszakított tagjainkat. Trianon. Mindenkit szeretünk. Ha bárhol is találkozunk, megleljük egymást. Találkoztam én, külföldön nyaraltam magyarokkal, egyszerre beszélgettünk. Nem volt az, hogy ellenségeskedés így meg úgy. Szeretjük a hazánkat. Összetartunk, összetartozunk. És ennek így kellene lenni, nem szétszakítani. Na most, tehát a nemzeti identitás felszámolása volt a második tan. A harmadik, amire törekednek,
ugye a család felszámolása, ugye láthatjuk a genderista könyveket, kifestőket, már kezdenek Magyarországon is érzékenyíteni minket. Svédországban több mint 20 éve megy, Kanadában 12 éve, Németországban is már megy jó ideje, meg a többi ilyen országban. Ez azt jelenti, tehát a nemi identitás felszámolása. Ez a harmadik. Mit jelent ez? Ugye ez a család ellen van, a nemi identitás felszámolása. Tehát lefekszik az én kis kutyám, meg lefekszik a két apám. Mondja az egyik ilyen érzékenyítő globalista tanmese, ami már megint megjelent, és már lehet venni a könyvesboltokba. Hó, persze, a haladók meg a progresszívok azonnal kaprok rá, mert milyen jó is ez, hogy képje apja van a gyereknek, milyen jó is ez, vagy három anyja, meg 13 anyja, meg 56 apja van a gyereknek. Milyen gyerek fog az ilyen családba fölnevelkedni? Na, nem is mondom tovább. Tehát, amikor ezek be fognak következni, akkor a nemzetünk alappillérei, képzeljétek el egy tornácos házat. Tornácos házat, mondjuk vannak pillérei, mondjuk legyen három pillére, és sorba kirugdalják a pilléreket, érted? És szakad le a tető, szakad rád minden. Na, ez fog következni, ha ezeket tönkreteszik. Na most mondok még nektek valamit. Ez a nagyon utált, csüngő hasú Orbán barátotok, mert ti ezt mondjátok, én azt mondom, hogy ez az ember az egyetlen egy katalizátor, ami használható az, hogy megállítsa ezeket az eszméket, hogy továbbra is gyönyörű Magyarországunk maradjon, összetartó közösség maradjon. Most azt mondjátok, ketté van szakítva, de miért van ketté szakítva, miért nem szeretik? Szeresse mindenki Magyarországot, az egységes lenne. Arra törekednek, direkt olyan újságírások jönnek ki, hogy már még a címek is ellenségesek. Sőt, bicskanyitogatók, mit lehet olvasni? Hát ma pont erről olvastam, hogy már nem büszkeség a magyar trikoról a magyar címer. Ugye az új magyar rendszámok bevezetésénél hatalmas kommentháborúk indultak, egymást az emberek majdnem megölték. Mert mi az, hogy a címer rámegy, mert már ez is ner. Gyerekek, legyetek már büszkék Magyarországra, hát hol? Hát mi van Budapesten? Tudjátok, mi van? Ez itt gaz. Értitek? Ez itt egy ugye úgymond elhanyagolt terület, ide minden évben esetleg egy zarándoklat, ugye mutattott a jel, jön el erre. De higgyétek el, ez föl lesz újítva, ez itt le lesz. Ez Budapesten, ez méhlegelő. Jó hallottátok, méh legelő, a méheknek a legelője, az van táblára kírva, és nem kaszálják. Most nálunk, ahol ugye lakott terület van minden, itt vidéken, gyönyörűen otthon, az utcákban, mindenhol, gyönyörű pázsitot nyírunk. Gyönyörű pázsitot, a gazdák, mindenki megcsinálja a maga portáján. Ha mindenki a maga portáján rendet csinálna, ezt ki lehet vetíteni ám az országra is. Rúzsa Sándornak volt egy jó mondása, hogy ha mindenki megcsinálja, amit köl, akkor minden meg lenne, ahogy köl. Hát erről van szó. A mindenki a saját dolgát, ha megcsinálná, nem lenne probléma. Csak én úgy látom, mi felénk is vannak itt vidéken, akik se a portájára, semmivel nem törődik, se a családjával. De ahogyan lehet látni, ez a nagyvárosokban, ez a tendencia, ez egyre erősödik, egyre fokozódik. Egyre fokozódik. Gondoljatok bele, mi lesz egy ilyen nemzettel, ami ilyen kevert nemzettel, ilyen elbuzult nemzettel. Úgymond, ezek a tanok, amit mondtam, nem ám csak ezzel járnak. Ezt lehet mondani idegenek, kevert társadalom létrehozása. Ugye, idegenek meghívása, látjuk. Nem akarom kimondani politikusok neveit sohasem, de Bundesmutia szépen meghívta őket, jöttek is csőstől, és mára se tanulnak belőle, ugye? Még kell nekik.
Rög azt mondják, majd azok dolgoznak helyettük, a Hans, meg a Fritz, meg a Brühilda tud menni nyaralni. Hát gyerekek, nem tudom, ezek nem veszik észre, hogy mi van. Hát Franciaországban már ostrom állapotok vannak az utcákon. Hát polgárháborús helyzet van az utcákon. Nem tudom, nem lehet észrevenni. Németországban is akkora antiszemitaság van, hogy úgy üvöltöznek a zsidók ellen, hogy azok nem tudnak, hogy nem mernek ám kimenni az utcára. De ez nem csak ám most volt, mivel felerősödött ez az Izrael meg az háború, hanem azelőtt is az volt, mert a rendőrök az iskolák előtt kellettek állni, nehogy a zsidókat agyonüssék az utcákat, de ezt ugye nem mondják el, ez Németország, a mai Németország. És az is hazugság, hogy az emberek még most is tömegéve vándorolnak el innen Magyarországnak, hazugság. Meg kell nézni, a hiteles adatokat, ma már többen jönnek vissza, mint mennek. Kezd rájönni a nép, kezd rájönni. Csak nem tudom, hogy áprilisig elég ez az észbekapás. Észbekapás elége. Hogy mi fog történni? Ti azt mondjátok, hogy majd a Gyurcsány vezette miniszterelnök jelöltek, majd csodát fognak csinálni, elhozzák nektek azt a európai minibálbért, meg európai nyugdíjat, ilyesmit. Most gondoljátok be, ez a kurcika itt is szomszédbát. Ausztriába, kancellár, se vezette be, ő is elutasította. Hát hogyan? Hát tönkre menne azonnal a gazdaság, gondolkodjatok már. Hát Luxemburgban 2400 euró a minimálbér. Na, akkor Romániában meg mennyi? 300, vagy hogyan? Na mindegy, most akkor hol húzzuk meg a határt, ugye? Na például, na, akkor a luxemburgi kapjon kevesebbet, itt ezek meg sokkal többet, és akkor hogyan? És ki hogyan lesz kigazdálkodva? Ez káveszi zűrzavar, ilyen nem lesz. Most megmondom, ha megnyerik, akkor se lesz, ez csak humbuk és hazugság, ámítás. Bele kell gondolni. Meg az, hogy mindenki kap egy alapbért, még ilyen baromságok. Nem alapbért kiadni, hanem munkát kell az embereknek adni, ahogy a Fidesz is csinálta. Munkát adni az embereknek, és mindenféle családi támogatást, meg hiteleket, meg mindent. Én is abból építkeztem. Én is ezekből a hitelekből. Úgyhogy nekem 2022 végén lejár a hitelem, és örülök neki, annak az Orbán hitelnek, annak a 20 éves állami kamattámogatáshoz, sose 1000 forinta se lett több. Nagyon örülök neki. Persze, hogy nem a hülye devizahitelt vettem föl, az csak az vette föl, akit meg lehet vezetni. Van rehóta rendes hitel is. Aztán közben jöttek ugye ez a Gyurcsányék, aztán szétverték az egész gazdaságot, úgyból kellett kezdeni mindent az Orbán. Most megint az lesz, hogy megint visszavetjük 10-15-20 éve. Vagy visszamegyünk, most mondom, visszamegyünk mondjuk 89 előtt, 56 előtt, vagy 1918-ig. Lenin fiú korszakában, mit ez a gyerek, ez a Conchita Wurst gyerek momentumos pofázik, hogy rögtönítélő bizottságok, meg ilyesmi. Tehát ezek van habarodban. Tehát most gondoljátok el, zongorázzatok végig az összes jelöltön, hogy mit mond, és mit lehet, amiből mond, mit lehet végrehajtani. És gondolkozzatok el, hogy most mi van Magyarországon, jelenleg mi van. Mert aki munkát akar találni, azt találám. Az asszony is négy műszakban dolgozik, de ezt már egyszer mondtam. Én is egész életemben ilyen dolgoztam. Három műszakban, meg szolgálatban, inkább többször, mint nappal. Inkább éjjel sokkal többször. Be kell vállalni. Vállalni kell valamit. Az nincs az, hogy... Jön egy autó. Úgyhogy... Most befejezem. Gyerekek! Ez az autó, ahogyan jött, nem akartam rátenni a kamerát, az gyorsan már meg is fordult. Egy csaj vezette meg egy srác, hopsz, és te mentek oda jobbra, az is ám egy zsákutca. Az is egy zsákutca, most gondolom egyet jöttek, tudod. Na, megzavartam őket, de nem baj. Az a lényeg, mi hol is tartott? Hol is tartottam? Hát már sem tudom, hol tartottam. Na. Na mindegy, ja, ezek a miniszterelnök jelöltek, zongorázatok végig, hogy ugye ez a fegyőr gyerek mit csinál, mit mond, milyen elképesztő dumája van, szóval olyanokat csinál, vannak ezek hungeszhoztelek, például a
Én voltam a Zerkel Hotelben Gyulán, gyönyörű, szép, mészáros érdekeltségbe tartozik állítólag. Most többit most nem tudom melyik, nem is akar felsorolni, de ezek az emberek, ezek az 1%-os pártocskák emberei, ez a főember, meg a haverja, meg a fullaltárja, de mennek aztán rá, mint tudjátok, mind a régen a 40-es években a Németországban, tudod, mind a zsidóbótokat megkülönböztetik, tudod, rárakják, hogy ide ne menjetek, mert az Orbán strómanjáé, meg ilyesmi. Szóval nem tudom, mit képzel ez. Hát mit képzel? Egyáltalán mit képzel? Mit jelölget? Most ott van ez a ballikos gyerek, aki jobbikból lett ballik. Ez a Peti gyerek, hát szóval csinálja a cikku. Nem azért kaptam azt az 10 milliós büntetést, mert azt mondta a Ficsi úr, felejtsétek már, azért a ketrechasztós viselkedési, amit az művel. Azért kapta. Azért. Mert nem a magyar parlamentbe való. Hát a gyönyörű hazába ilyet így ordibálni, nem normális. Szóval, aki erre szóval, az bolond. Nos, akkor nézzük tovább. Tehát ugye amúgy is köpönyek forgató, tehát szélső jobbosból szélső balos. Na akkor hogyan? Hogy bábozik még Gyurcsány? Tehát kiket báboztat még? Ugye ott van a felesége. Ugye úgy néz ki, eddig a Peti gyerek vezet, mert tudjátok, nagyon sokan vannak olyan emberek, akiknek azt tetszik, hogy minél nagyobbat ordít, az lesz a fasz a gyerek, mert amit mond, az lesz. Persze, felejtsétek már, amit a Gyurcsány akar, az lesz. Úgyhogy ott van még a felesége, Klára asszonyság. Hát az megint olyanokat beszél, hát gyakorlatilag akkorákat lódít ezzel a miválbérle, meg ezek az európai nyugdíja, meg ilyesmivel, szóval én nem tudom, hát aki ennek elhisz, tehát lop, csal, hazudik, ugye régen is ez volt, tehát ott van az ősöket, vissza lehet menni, mit csináltak. Most nem akarok én visszamenni 56-ig, meg semmi, lehetne. Na most, mit vártok tőlük? Már bizonyíthattak volna 2010 előttig, bizonyíthattak volna. Más nem csináltak, se szét, tönkretették az országot. Akkor mehetünk még, Márki-Zay gyerek utálja a vidékieket. Szóval nem tudok mit mondani neki. Én tőlem nem fog szavazatot kapni, az biztos. Mert ha a paraszt nem dolgozik, nem akartam csúnyát mondani, akkor a város is ez zabál. Tudjátok, van egy közmondás, de nem mondom, mert csúnya. Tehát lehet mondani, hogy én most itten ideológiákkal jövök, meg okittok, meg agymosok, és senkit nem mosok. Semmilyen agymosás. Szeresd a hazád. Szereted a hazádat, akkor rendbe. Ha a hazádnak a legtöbbet akarsz, a legjobbat, akkor rendbe. Akard a legjobbat a hazádnak. Én azt mondom. Gondolkodj bele, mi a legjobb. Te most azt mondod, változtatni akarsz, mert lecseréled ezt a csüngőhasut. Mi fog történni? Gondolj bele, mi fog történni? Micsoda anarchia fog történni? Ez a neoliberális, neomarxista anarchia, az fog jönni. Az. Mert ezek a globalisták, ezeknek a globalisták parancsolnak. A Soros az arc, a többit nem látod. Na, amúgy mondok nektek valamit, ezt részletesebben én kifejtettem írásba. Adok majd egy linket. A motor mögött fogok így állni. Azon a képre rá kell majd kattintani. A linkre rákattintatok, és akkor el fogom mondani. El fogom mondani, de nem videóban, hanem leírom. Igazából már leírtam, megosztottam a saját Facebook oldalomon. Igaz, még azt hiszem, az én is megosztottam. A nők, férfiak, hírességek és rock'n'roll oldalomon. De olvassátok el. Mondom, nem agymosás akar, én csak a hazámat szeretem, és aggódom a hazámért. Aggódom Budapestért. Aggódom mindenért, a vidékért. Aggódom az egész nemzeti identitásunkért. Szeretném, ha magyarok maradjunk. Úgyhogy nem szeretném azt, ami már nyugaton kezd. Tehát az a hanyatlás kezdődik. Nem szeretném, hogy az legyen itt is. Itt most mindig azzal jön mindenki, hogy ennyi a pénz ott, annyi a pénz. Gyerekek, itt is már van egy jó vállalkozó, egy jó ács, egy könyves is tud keresni egy harompénzt. Annyit keresnek gyerekek, amikor én hívtam vállalkozót hozzám dolgozni, kicserélték nekem a gázkazánt, meg a kéményt. Hát meg nem mondom egy napos munkáért, csak a munkadé mennyi volt. Mondom én, lehet keresni.
Egy jó szakmával. Ha például olyan, meg nem csak szakma, olyan diplomád van, amit használhatsz, érted? Nem ilyen izé, CEU képző, műciológus, ami semmire nem való azok a szakmák. Hát minek olyan izé egyetem? Olyan egyetem kell ide, ami a magyarokat elősegíti, olyan gyerekeket tanítanak ki, akik a Magyarországért vannak. Nem sorosista képzőbe kell gyerekeket járatni, hanem olyan szakmákra az egyetemen, olyan tanokra, amiket lehet használni. Agronómus, vagy akármi. Mit tudom én? Itt van ez a hatalmas mezőgazdasági ország, hiszen mennyi föld van mindenfelé, mert csomó hely meg sincs művelve. Meg mennyi erdő van? Mit tudom én, Európához képest mekkora erdőizéink van? A gyerekek, mindenre büszke kell lenni. Mindenre. Úgyhogy én annyit szeretnék csak nektek mondani, hogy legyetek büszkék a hazátokra. Ne tagadjátok meg a hazátokat. Legyetek észné jövőre. Nagyon legyetek észné. Tanuljatok, képezzétek magatokat. Próbáljátok a hiányos történelmi tudásotokat egy kicsit jobbítani. Tanuljatok, sokat olvassatok. Ha nem szerettek könyvet olvasni, keressetek interneten dolgokat. De mondom, van egy csomó felület, ami teljesen mást ír. Tehát tudni kell, hogy hol találd meg a saját igazadat, amit jónak látsz, amit jónak hiszel, azt az igazat. Keresd, kutasd, szeresd Magyarországot. Én nem tudom, ez a videót mikor fogom felrakni, de fogok menni megint most egy hegytetőre, és majd ott bemutatom nektek, milyen gyönyörű a látóhatár. Na, akkor én most befejezem. Sziasztok! Szeressétek a hazátokat! Hajrá Magyarország! Sziasztok! Na, közben átjöttem itt Zsirára, itt van a Szent Antal kápolna, de nem is az az érdekes. Nézzétek meg ezt a tájat! Azeket a színeket! Látjátok? Nézzétek meg! Tudjátok, milyen föld ez? A mákföld. Minden felé, amerre a szem ellát. Mákföld. Jaj, gyerekkoromban mennyit ütettünk. Mennyi mák gubát szedtem. És ugye, az úgy kell szedni, hogy ez megérik. Nyár végén. Ez az egész így elszárad. Megmutatom a mággubót. Mennyi pipacs van közte, igaz? Milyen gyönyörű. Nézzétek meg, milyen gyönyörű ez a Magyarország. Gyönyörű ez a vidék, gyerekek. Nézzétek meg. Na, ugye itt már nő a mággubó. Itt már látni, hogy a szirmok már nincsenek is rajt. Ez szépen megnől. És így ez az egész lábon fog száradni. Lábon szárad, ugye nagyobb lesz, körülbelül ekkora lesz a gubó, és majd zörög benne a mák. Értitek? Amikor már ilyen barnás ilyen lesz, ilyen, olyan, mint az üveg, olyan kemény, akkor kell leszedni, leszok így levágni, aztán belerakni a kosárba. És hogy többit hagyni így lábon, nem kihúzágálni, és amikor minden teljesen már meg van száradva, akkor így az egészet később kell kiégetni. Ez fenomenális. Muszáj voltam ezt nektek megmutatni, hogy lássátok ezt, hogy itt milyen gyönyörűség van. Tudjátok, milyen illatok vannak itt? Olyan, mintha a jeli arborétumban lennék. Nézzétek, milyen gyönyörű. Ezt meg kellettem mutatni. Na hát én így szeretek motorozni. A kedvenc helyemen megállok, és magamba szívom ezteket az illatokat, nézem ezt a gyönyörű tájat, amerre a szem ellát. Aztán most be is fejezem aztán. Az előbb már úgyis elbúcsúztam. Nézzétek, följebb emelem hátra, jobban rálátni. Arra. Nézzétek, hány kilométerig.
Hát az olyan 4-5 kilométernyi, és utána az erdő, illetve az osztrák határ, ugye, mert itt a határnál vagyunk. Hát mindenfelé. Hát gyönyörű. Gyönyörű ez az emlékhely is. Na jó van. Csak ennyit akartam még nektek megmutatni. Sziasztok!